Megboldogult Pavlis Csepp urat is, aki... Pongó Gábor alakítja a regény központi karakterét, Miskén Herceget, akit jósága, egyszerűsége, nyílt szívűsége miatt a vele kapcsolatba kerülő emberek lenéznek, együgyűnek tartanak. Pongó Gábor szerint egy érzelmileg is kimerítő, 2 hónapos próba folyamat van mögötte. Kb. 2 hete nem is követem, mi történik a világban. Egyszerűen nem engedem annyira közel. Tehát nehéz nyílt szívűnek, jó lelkűnek és tisztának maradni jelen pillanatban a világban, a reál életben, amennyire ez Miskin. Úgyhogy kihívás minden szemszögből. A darabot Andrej Cvetanovszky, a szkopjei teatár komédia rendezője vitte színpadra. Kao i uvek kad se radi dramatizacija, kad se radi uopšte adaptacija velikog romana koji je književno delo, moraš se otkazati od puno stvari, ali mislim da smo zadržali srž, a to je svako iskušenje u kojem dođe glavni lik u odnosu te teme tamno i svetlo, dobrog i zla. A több száz oldalas, 4 kötetes művet Lénárd Róbert adaptálta a főszereplő és a rendező segítségével. Rettenetesen nehéz ebből egy működő struktúrát fölépíteni, főleg úgy, hogy közben megmaradjon a fókusz azon, hogy megvan ez a szerelmi négyszög, amiről tulajdonképpen az a regény szól, tehát hogy ez azzal kezdődik és azzal is van vége, de hogy közben azért mégiscsak maradjon meg valami abból a társadalmi látképből, amiről szintén szól a regény. A darabban az Újvidéki Színház szinte teljes társulata szerepel, kiegészítve a Művészeti Akadémia hallgatóival. Mi úgy gondoljuk, hogy az Újvidéki Színház művészeinek többsége már egy olyan fejlettségi fokon van, amikor egy ilyen művet, hát nem csak minőségi, de nagyon elmélyülten, ugye meg tud valósítani. Tehát a társulatnak az érettsége is már kiköveteli, hogy egy ilyen horderejű művet is műsorra tűzzünk. A premiért szerdán 19 órakor tartják az Újvidéki Színházban, a repríz pedig január 27-én lesz.